Kiskunhalason vagyunk, az újonnan elkészült járványkórházba, amelyet kevesebb mint 3 hét alatt építettek meg a büntetés végrehajtás szakemberei, illetve az ott dolgozók. Egy olyan demonstrációja ez egyébként a büntetés végrehajtás és a magyar államigazgatás képességeinek, amelyre itt a járvány közepette valószínűleg szükség lesz. Hiszen folyik az a felkészülés, amely most már hetek óta, amely az előttünk álló időszak, különös tekintettel a május elejé, május 3-ai időpontra, csúcs állapotba, csúcs terhelésre járatja és alakítja ki az egészségügyi ellátórendszert. Ezt a főpróbát mindenképpen el kellett végezni, hiszen bár a legjobbat reméljük, a legrosszabbra készülünk, azaz a szakemberek előrejelzései a különböző lefutású járványkörbék figyelembevételével, a magyar közigazgatás, az egészségügy, a rendvédelemben dolgozók felkészült arra, hogy minden körülmény között megfelelő ellátást tudjon nyújtani a magyar állampolgárok számára. Itt Kiskunhalason ez egy új kórház megépítésében öltött testet. Ez egy konténerkórház, egy olyan felszereltségű építmény, amely bárhol Európában megállná a helyét. Nem csak a kivitelezés gyorsasága és minősége, hanem a benne elhelyezett műszerek és az ideérkező orvosok szaktudása miatt is. Bízunk benne, hogy a felkészültségünk sikerre veszi majd az akadályt, és bármilyen irányba is forduljon a vírus terjedése, helyt tudunk állni a legkülönbözőbb védelmi helyzetekben is. Vigyázzunk egymásra!